Méltó
helyre fog kerülni. Imádkozzunk tehát mindannyiunkért, hogy a Jóisten áldása kísérje életünket, és ez a templom Isten népének felépített hajléka, háza legyen mindannyiunk számára a találkozás és a lelki feltöltődés színhelye. A Szent Mise elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr Szent Titkait. Gyónom a mindenható Istenek és megkepességeim, hogy sokszor és sokat végezettem, gondolattal, szóval, cselekedettel és csupasztással. Én igen nagy végem, kérdezzék a bocsánatot, mindenkor szepetelen szívnáját, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzak életben, rúgóz Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre. Amen. Engedd, hogy
cselekedeteinkkel mindenkor életre várunk, amit az emlékezéssel felidézünk. A mi Úrunk Jézus Krisztus a te fiadától, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak.
az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amit én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok. Maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ez az evangélium igényi. Már mindjárt itt a legelején szeretnék egy epizódot kiemelni Jézus életéből, amely nem csak egy alkalommal történt meg vele, hanem időközönként mondhatni, tölti élete során számtalanszor elvonult egy tietlen helyre, egy magányos helyre, egyedül, azért, hogy imádkozzék. Amikor ennek a templom építésnek a terve a nyilvánosság elé került, és világossá vált az, hogy ez a templom a településen belül hol fog megépülni, akkor
nagyon sok vélemény fogalmazódott meg, és ez jó. Az ember alkosson is véleményt, mert csak az ember képes erre. Senki más. És elhangzottak vélemények, hogy nem jó helyen épül ez a templom. Nem ide kellene épülnie. És én azt mondom, hogy ez a vélemény igaz. A számításba veszem azt, hogy ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy folyamatos hang, zaj, valamilyen hangos impulzus érjen bennünket, akkor valóban a templomnak a helye nem a puszta, hanem egy olyan központi hely, ahol más hangokat is hallhatunk. De a templomnak pontosan az a lényege, hogy az Isten hangját felerősítse, és minden más hangot elhallgattassa. Éppen ezért ez a templom a legjobb helyre épült. A csendben, a pusztában, a semmiben, a falu peremére. Legyen ez a templom a mi magányos helyünk. Legyen ez a templom a mi kietlen helyünk. Az az elhagyatott hely, ahová eljövve megtapasztalhatjuk a csendnek a szavát. Mert a csend beszél. Akkor, hogyha csendet tudok teremteni magamban. És hiszem azt, hogy ez a környezet, ahol most már mondhatjuk, a mi templomunk áll, erre lehetőséget biztosít. Elhallgatni, hogy Isten megszólalhassa. Mert szükségünk van erre. Szükségünk van arra, hogy amikor folyamatosan beszélnek, folyamatos információkkal halmoznak el bennünket, amikor mindenki a maga igazát és a maga okoskodását fújja, akkor legyen egy szelíd hang, aki megszólít bennünket, aki szól hozzánk, és akire mi figyeljük, akit mi meghallgatunk, ahol mi le tudjuk halkítani a bennünk lévő hangokat azért, hogy megnyissuk szívünket és fülünket az ő hangjára. Méltó és alkalmas helyen épült ez a templom. Nincs messze senkinek a házától, mert Isten közel van hozzá. A templom azok számára van távol, akik távol érzik magukat az Istentől. Távol érzik magukat az Istentől. Az Isten mindannyiunkhoz közel van, és a mai evangélium erről szól. Általában úgy tekintünk az Istenre, hogy mi milyen áldozatot hozunk érte. És éppen ezért néha görcsölünk is, mert azt gondoljuk, hogy ha nem tudunk valami jót tenni, vagy hogyha folyamatosan bukdácsolunk, akkor az Isten ezt jó néven veszi, illetve rossz néven veszi, és elítél bennünket. Vagy kárhozatra küld bennünket.
És a mai evangélium pontosan arról tanúskodik, hogy az Isten számára nem az a fontos, hogy én mit teszek érte, hanem az, hogy ő mit tesz érte. Nem az én földi életem hat ki az Istennek, hanem Istennek az élete van hatása rám. És ezáltal válok jobbá. Ezáltal válik az életem boldogabbá, értékesebbé. Mert megtapasztalom azt, hogy bárki vagyok, vagy bárhogy is tekintenek rám az emberek, az Isten olyannak szeret, amilyen vagyok. Nem kell magamat megjátszanom előtte. Az Isten előtt nem kell más mutatnom, mint aki vagyok. És ő így fogad el. És ez az örök. A mi hitünkben, a kereszténységben nem az az örök, hogy mi ügyesek, okosak és szépek vagyunk, hanem az, hogy az Isten minden emberi gyarlóságunk és méltatlanságunk ellenére szeret minket. És van ennél nagyobb kitüntetés is? Nincs. Azt mondja, hogy barátainknak mondanak meg. Az Isten kitüntet minket az ő barátságával, az ő bizalmával, az ő közelségével, az ő szeretetével. Nem von meg tőlünk semmit abból, ami az övé. Mindent nekünk ad. Egészen kiüresíti önmagát. Az Isten nem utasít el senkit. Legfeljebb az ember fordít hátat ennek a szeretetnek. Hát az Isten nem lehet ember ellenességgel válni. Csak az embert Isten ellenességgel. Kívánom mindannyiunknak, hogy ezen a kijelben helyen, ebben a pusztaságban, a mi elhagyatott vidékünkön, ahol ez a templom áll, úgy is mondhatnám, hogy életünknek a peremén. Igyekezzünk megtalálni az Istent. Mert Isten nem a központban van. Isten nem ott van, ahol tömeg van. Isten nem ott van jelen, ahol hangoskodás, zaj van. Hanem ott, ahol csend van. Ott, ahol béke van. Isten ott van jelen, ahol az ember a társadalom peremére szólt. Ott találhatom meg. És azokban találhatom meg, akiket a központból kitaszítottak, kivetettek. Legyen ez a templom ennek a jelképe is. Hogy Istent hiába keresem ott, ahol jólét van. Isten hiába keresem ott, ahol minden heti, ahol csupa öröm és boldogság. Isten ott van, ahol fájdalom van, ahol szenvedés van, ahol küzdelem van, ahol harc van. Isten a társadalom peremén van. Ez a templom, a falu peremén van. Ami jelzi számunkra az Isten felé vezető utat. A templom tornya erre mutat, az ég felé. Tekintsünk az ég felé. És ne szükségszerűen a földi boldogság hajszolása
töltse ki időnket. Mert az mindaz, amit az Isten kínál számunkra, az örök. Elmegy a vele való kapcsolatnak a lényege. Ragadjuk meg ezt a lényeget. Éljünk vele. Engedjük, hogy szeressen minket. És tapasztaljuk meg annak a boldogságát, hogy akkor is szerethetőek vagyunk. Hogyha mindenki hátat fordít nekünk. Az Isten szeretet. És a szeretet nem abban áll, amit hallottuk János levelében, hogy mi szeretjük őt, hanem abban, hogy ő szeret bennünket. Adja Isten, hogy ennek a megtapasztalását mindig érezzük életünkben. Amen. Hiszek egy Istenben, amen, a hajtájában, megjelenik és örnek teremtében, és Jézus Krisztusban, az ő eszköz a fiában, a mi Úrban, aki fogadott a Szentlélektől, született Szent Máriától, szenvedett a Cívus világos alatt, megfeszített éjjel, meghalt és eltemették. Alászállt a fogadalmat, harmadnak feltámadt a halottak közül, fölment a mennyeket, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jelenik élünk, élőket és sorokat. Hiszek szemben életben, hiszen a katolikus nagy szentet választott, a szentek közösségét, a bűnök bocsátását, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, Isten maga a szeretet. Kérjük kegyelmi, hogy szeretetünket soha meg ne untsa az önzés méteje. Áldnak tudunk Szent Atyánkat, Ferenc pápát, hogy Szentlélek erejével hirdesse Isten szeretetét. Kérjük téged, hallgass meg minket! Szüntess meg, Urunk, a kíméletlen vetélkedést és az ellenségeskedést a népek között, hogy szeretetben éljenek egymással. Kérjük téged, hallgass meg minket! Gyógyíts ki, Urunk, a világot az önzés betegségéről, hogy megszűnjön az ínség és a nyomor a földön. Engedd, Urunk, hogy egyházközségünk tagjai becsüljék egymásban Krisztus barátait. Áradsz ránk, Urunk, szent lelkedet, hogy tanításod szerint helyesen szeressük egymást. Istenünk, engedd, hogy mi, akik a keresztségben fiat képére formálódtunk, általa az igaz szeretet példaképei lehessünk, aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
Emlékezzél meg, a feltámadás reményében elhunyt Sándor, Károly, Eszter, Károly és Pál, valamint József testvéreinkről, akikért ezt a szent kis áldozatot felajánljuk, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsáss őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Gellért püspökkel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtte, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általad, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözlítőt küldett nekünk, aki testvérünk élet, ezért merünk így imádkozni. Aki a mennyekben van, szenteltessék meg a nevet, jöjjön el a országot, legyen meg a tartalom, amint a mennyben, úgy a földön is, mindent, ami kenyeknek, ad meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békés napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és gaj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és az a dicsőség, mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntette tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük. Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne védkeinket nézett, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a szeretettel, bocsássunk meg szívből egymásnak. Legyen békességünk köztünk mindenkor.
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, te Krisztus feltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre. Növel bennünk a húsvéti szentség kegyelmét, és az üdvösség kenyerének erejét áll a szívünkbe. Krisztus a mi Urunk által. A szentmise végén szeretném még egyszer megköszönni, hogy ilyen szép számmal eljöttek a szentmisére. A szentmise elején nem említettem azokat a támogatókat, és tudatosan nem említettem, mert még nem született meg rajta Jézus, amit tőlük kaptunk, most már használtuk, és jól használtuk azokat a terítőket, amelyeket a kelyheken látnak, és ezt a szép oltárterítőt, én úgy nevezem őket, hogy Petőfi telepi nénik. A mobiltelefonban is így vannak elmentve, de minden nevet nem tudok megjegyezni. Ezért valamihez kötni kell. Mert Petőfi telepi nénik itt vannak az első padsorban. Ők varták csipkét, terítőt, mindet, a Jóisten fizesse meg munkájukat és ajándékukat, amelyet a templom számára nyújtottak, nem csak ezt az egyet, hanem ha jól tudom, akkor még egyet, vagy még kettőt, tehát sokkal többet, úgyhogy váltás is van, tehát tudjuk cserélni őket bármikor, hogyha összekoszolódna, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a támogatásunknak. Köszönjük! Pár hónappal ezelőtt, amikor a Facebookon megosztottam a templom építésének, épülésének néhány mozzanatát, akkor nagyon beindult a komment áradat. Hát az is szokott lenni, ugye Facebook, hozzá lehet szólni, mindenki mondhatja magáit, és hát mondtam is, hogy ez így van jól. És akkor hát voltak olyan megnyilvánulások, hogy ide a település szélére, teremére építeni ezt a templomot, hát ki is találtuk ki ezt az egészet. Hát ugye, aki nem ad hozzá egy fillért se, az általában szokott kommentálni, jól is teszi, annyit is ér a szava, de minden esetre, hogy ki fognak-e ide jönni az emberek, meg üres lesz a templom, meg stb. És ekkor reagáltam egy viccel. Ugye már azért néha a dolgokat nem kell annyira komolyan venni, és hát lehet viccelődni is. Azt hiszi, Szent Ferenc mondta, hogy aki nem bolondozik néha, az megbolondul. Úgyhogy néha azért lehet viccelődni is, és odaírtam azt a székely viccet, miszerint két székely horgászik. Az egyik kérdezi a másikról, hogy te komám, szerinted a halak isznak vizet? Mire a másik, azt nem tudom, de hogy lehetőségük van rá, az biztos. Hát így vagyunk, meg így leszünk ezzel a templommal is. Hogy járnak, vagy nem járnak, az majd kiderül. De hogy lehetőségük lesz rá, az biztos. Úgyhogy szeretettel várjuk mindannyiukat a továbbiakban is, minden szombaton, nyári időszámítás szerint délután 4:30 lesz szentmise, téli időszakban pedig 1 órával korábban 3:30. Egyelőre így tudjuk megoldani. Igaz, hogy 3 vagyunk patok, kis teleken, de 9 települést látunk el, ami nem kevés. Úgyhogy egyelőre ezt az időpontot tudjuk felajánlani önöknek, ha valami változni fog, akkor természetesen szólni fogunk, mint a székely bácsi a feleségének, aki panaszkodik neki, hogy Mózsi, soha nem mondott, hogy szeretsz. És erre azt mondja, amikor elvettelek, egyszer megmondtam, és
ha valami változok, akkor szól. A templomról egyszerűen annyit, hogy magán viseli az egyszerűség jegyeit, de ugyanakkor a modern jegyeket is. A kettő ötvöződik ebben a templomban. Még nincs kész. Még nincs kész a templom. Terveinkben szerepel, hogy egy keresztúti stációs képeket szeretnénk majd csináltatni, és azokat a templom falán elhelyezni. Ez 14 darab képet jelent. Ezeket alkalmattán majd be fogjuk szerezni. Látjuk, hogy nincsenek különösebb festmények, képek, és nem is lesznek. Éppen ezért kérem, minden jó szándékuk ellenére, hogy ne bombázzanak olyan kérdésekkel, hogy otthon őrzött régi szerképeiket bárhova is kirakjuk. Egyrészt azért, hogy én ne hozzam önöket kellemetlen helyzetbe azzal, hogy nem fogadom el, másrészt pedig önök ne hozzanak engem kellemetlen helyzetbe azzal, hogy vissza kell valamit utasítanom. Tehát templomban a templomnak a díszét, a templomnak az ékét, azt nem a berendezés adja, hanem önök, az emberek. A templomnak a legszebb dísze az ember. És ha önök itt vannak, akkor lesz a legdíszesebb és a legszínesebb ez a templom. Hát legyen is így. Örök legyenek ennek a templomnak az éke és a dísze. Fönt látunk egy ólomüvegablakot, a Szent Háromságot jelképezi. Legfelül a kéz és a két ujj az Atyát jelképezi. A bárány a zászlóval, az pedig a halálon győzelmet arató Jézus Krisztus jelképezi. A zászló a győzelem jelképe, a bárány pedig Krisztusra, mint a húsvéti bárányra utal. És a harmadik, a Szentlélek egy galamb akar lenni, a fejét nem látjuk, művészi látásmód, majd a művészről megkérdezzük, hogy mit gondol ezzel, de a galamb az pedig a Szent Lelket ábrázolja. Hárman együtt, az Atya, a Fiú és a Szentlélek alkotják a Szent Háromságot. És hármójukat pedig az egység és a szeretet kapcsolja össze. Hát ez egy csodálatos képe a Istennek, egy Istenről alkotott kép, a Szent Háromság, a három személy egysége és szeretete. Kívánom, hogy ez jellemezze a mi életünket is. Hogy minden különbözőségünk ellenére törekedjünk az egységre és a szeretetre. Mit kell megmondani? Van valami? Nem tudom. Olyan jó, mint lennétek. Igen? Igen. És a szentmise záróáldása következik, azt követően pedig a záró ének, és az ének után megkérem polgármester urat, hogy bent a DJ szobába, mert ilyen is van, kapcsoljon nekünk egy kis lágy zenét, és ezt hallgatva tényleg csöndben, mert most már az Úristen is jelen van a tabernákulumban, végig járhatják a templomot, a hittantermet, minden részét megtekinthetik ezen az oldalon is. Nézzék meg, beszélgessenek, töltsünk el egy kis időt még itt a Szent Mise után. Isten áldja mindannyiunkat. Köszönjük! Az legyen veletek!